A Royal Colibri fellépésével vette kezdetét az idei, immár harmadik alkalommal megszervezett judo bál a Kühne étteremben február 10-én. A Delta Ese több mint 40 éves múltra tekint vissza Moson-Magyaróváron. Voltak nehezebb időszakok, de az elmúlt években ismét fejlődésnek indult a sportág, amit a verseny eredmények is bizonyítanak. Évről évre fejlődik az egyesületünk, most már 60 fővel dolgozunk, 4 korosztályba tudunk versenyeztetni, és az eredményeink is magukért beszélnek. Ismét 2 magyar bajnokot ünnepelhetünk, illetve most már van egy korosztályos válogatottunk is. A bál hétvégéjén egy kvalifikációs verseny zajlott Győrben, ahol már az idei párizsi olimpiára szerezhettek a judósok olimpiai kvótát. Győrben van a 2024-ben European Open versenyt rendezzük, ahol 50 magyar versenyző vesz részt. Éppen Keller Rebeka ezüstérmes lett, Pongrácz Bence a bronzéremért megy, Szegedi Dániel is a bronzéremért megy, tehát 3 versenyzőnk éremért küzdhet. A sportág fejlődését mutatja, hogy az elmúlt 5 év alatt megduplázódott a judó iránt érdeklődő gyermekek száma a városban. A tavalyi évben átadták a kibővített termet is. Az egykori Kaiser telephelyen, valamint számos versenyt, edzőtábort is szerveztek már. Kis csoporttal is foglalkozunk külön, illetve a versenyjudósokkal is foglalkozunk külön. Muszik Zsolt, illetve Heller József viszi a nagyokat, a Glázer Zoltán, illetve én jó magam a kicsiket, de természetesen mi is jön, hogy besegítünk a nagyok munkájába, hogy a Zsolték is besegítenek a kicsik munkájába, tehát igazából egy csapatmunkát építünk ki, ami még nagyon nagy előrelépés, amit gondolom már Zsolti elmondott, hogy versenyeket is rendezünk, edzőtáborokat is rendezünk, úgyhogy szépen próbáljuk azt mutatni, hogy Moson-Magyaróvárra jó eljönni, Moson-Magyaróváron jó versenyezni is, jó edzőtáborozni is. A judo bál a szórakozás mellett idén is jó célt szolgált, hiszen az este folyamán befolyt összeg az egyesület működését segíti. Így többi között a versenyzéseket, utazásokat támogatták a bálozók.